Komoly fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg Gyulán, ha sikeresek lesznek a most beadott városi pályázatok. Görgény Ernő a Városháza című műsorban elmondta, régi igény valósulhat meg, mint egy 120 milliós beruházás révén a Szivárvány napközi otthonban, ahol az értelmi fogyatékosok nappali ellátóját alakítanák ki a 21. századi elvárásoknak megfelelően. 400 millióból oldanák meg a város bel- és csapadékvizelvezetésének javítását, és a gyermekházi orvosi rendelőket, illetve a felnőtt házi orvosi ügyeletnek helyet biztosító épületrészt is pályázati segítséggel szeretnék felújítani. Energetikai korszerűsítés történik itt is, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, valamint, ami nagyon fontos, itt is az akadálymentesítési feladatokat elvégezzük. Minden épületünk felújításánál elvégezzük az akadálymentesítést, hogy mozgásukban akadályozott polgártársaink is meg tudják közelíteni ezeket az épületeket, létesítményeket. Továbbá parkolókat is fogunk építeni az udvaron, hiszen itt komoly parkolási gondok is vannak a környéken. Ez egy 60 millió forintos pályázat, amelyet, hogyha megnyerünk és megvalósítjuk, akkor ezáltal a gyermekházi orvosi ellátás színvonala az infrastruktúrát tekintve nagyban javulni fog, és az épület megközelíthetősége is, és az üzemeltetési költsége is le fognak csökkenni ennek az épületnek. Még ebben a hónapban kell dönteni a gyulai képviselőtestületnek a zöld város kialakítása elnevezésű pályázatról, melynek keretében több fontos fejlesztést szeretnének megvalósítani. Az egyik ilyen a Szent Miklós park felújítása, amely fizikálisan és koncepcionálisan is kapcsolódna az Almási kastélyhoz, komplexen kezelve ennek a területnek a rehabilitációját. Ez egy rendkívül szép felújítás lenne. Az egész park rekonstrukción esne át, újraépítenénk a sétányokat, nagyon szép díszburkolatot építenénk, olyan díszburkolatot, amely színvilágában is átvezeti a belváros hangulatát a kastély és várkert hangulatához, hiszen a belvárosban alapvetően a szürke színű térkövek dominálnak, míg a várkertben pedig a piros tégla. Ez nagyon szép kombinációval át fogja vezetni azt az esztétikai világot a várkertbe. Ezen kívül természetesen a zöld felületek rehabilitációja is megtörténik. A Városházában szó esett még a három várost érintő élővíz csatorna fejlesztéséről, a déli ipari park közművesítéséről és a város bölcsödéinek felújításáról is.